szerintem valami viccegyen rá kell megfordulni. Hogy menjetek gondol mindenre, amit Jézusról hallott. Oda bújunk hozzá, megkérjük, hogy segítsen. Ketten együtt vigyétek. Csukd be szemed, nyisd ki mancsot. Csukd be szemed, nyisd ki mancsot. Egyel. Hármat teszek bele. Ha nem nézed meg, akkor meglepetés. Aki szereti a meglepetést, az ne nézd meg. Hallod, hogy ne nézd meg? Három. Azt számolj meg. Nézés nélkül is meg tudod számolni. Három. Most megnézheted. Nekem négy. Jó, ha megnéztétek, akkor ide nézzetek, egy gyerek rajzolta nekem ezt a keresztet. Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlél Mária, kegyelemben teljes, egy kicsit előtt. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok odaért, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, menjél! Nyújtsd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Ámen, várjál! Üdvözlégy Mária, nem hallom! Teljes! Az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, gyere, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óra. Amen. Szűz Mária, fogadd el ezt a gyönyörű rózsafüzért, amit ide-oda kanyarítottunk, imából, szeretetből, színekből készítettük, és kérünk téged, segíts nekünk, mert senki nem ismerte annyira Jézust, mint ahogy te ismerted. Amen. Ez ne fordítson hátat. Amen. Szép lett? Igen. Szép lett. Nagyon szép lett. Ügyesek vagytok. Visszaemlékezünk. Hány éves volt Jézus, amikor elindult a világba? 30. Jelentkezők előnkben. 30. Mi volt az első dolga? Barátokat keresett. Hány nagyon jó barátja? 12. Ezek kik ez a 12? Az apostolok. Emlékeztek a versikénkre? Péter, János, Nagy Jakab, András, Fülöp, Kis Jakab, Bertalan és Júdás Sádé, Simon és a Vámos Máté, a hitetlen Tamás, az áruló Júdás. Valaki elmondja egyedül? Egyedül. Senki? Akkor még egyszer közösen. Péter, János, Nagy Jakab, András, Fülöp, Kis Jakab, Bertalan és Júdás Sádé, ez egy, Simon és a Vámos Máté, a hitetlen Tamás, az áruló Júdás. Elmondja valaki egyedül? Akkor majd jövő héten. Mi az, amit csak a barátodnak mondasz el? Titok. Jézus is félrehívta a 12-t, és mondott neki külön titkokat, hasonlatokat mondott. Azt mondta, hogy olyan a mennyek országa, mint egy kincs, akire nagyon-nagyon vigyázunk, ragaszkodunk. Aztán azt mondta magáról, hogy ő olyan, mint egy jó pásztor. Igen. Tedd a lábadat, légy szíves, Áron. És aztán, kik a kedvencei? A gyerekek. Húzd ki magad, te vagy a kedvence. Miért? Mit szeret annyira a gyerekekben? Mert ott vagyunk. És most itt, jaj, bocs, idehozom ezt a két gyereket, mert ő rajtuk látszik, hogy mi az, amit, milyenek ezek a gyerekek. Egyszerűek. Bizony, nem bonyolultkodnak, mint a felnőttek. Okosak. Szelidesek. Kedvesek, szelidek. És hogy tartják a kezüket? Mint egy koldus. Tudják még a gyerekek, hogy mindent kitől kaptunk? Istentől. A felnőttek, ha nagyon ügyesek lesznek valamivel, vagy gazdagok, akkor már azt hiszik, hogy az maguktól van. És elfelejtik. Ne felejtsétek el, ha felnőttek lesztek, akkor is, hogy aki okosságotok, ami jó van az életetekben, kitől kaptátok? Istentől. Ezt mondta Jézus az apostoloknak, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek a mennyek országába. És aztán idehozom a
Ám most nem is hozom ide az apostolokat, de ide hozom az apostolokat. Mondjuk ez kicsoda? Jakab. Jakab. Akkor viszont mellé teszem a testvére, kicsoda? János. Igen, neki nincs szakál, ő a legfiatalabb. Aztán még kit hozzak ide? Ki ő? Péter. Ki a testvére? András. Igen, ide hozom őket. Nagy Jakab. És Nagy Jakab, Kis Jakab. Jó, igazatok van, még egyet ide hozom. De még ott van. És a Kis Jakab. És azért ide hozom, mert a tömegben mindig ott kíváncsiskodtak ezek az írástudó, szigorú papbácsik, de ezek csak azt figyelték, hogy mikor hibázik Jézus. És az apostolok egész nap vele voltak, mindenhova vele mentek. Jó volt őt hallgatni, hozták a betegeket, azokat meggyógyította. És estére nagyon elfáradtak az apostolok, és azt vették észre, hogy Jézus nem fekszik le velük aludni. Jézus éjszakára eltűnt. És tanakodtak egymás között, hogy hová ment. Elhatározták, hogy utána settenkednek, és kilesik. És utána mentek, és azt látták, hogy Jézus fölmegy egy hegyre, ott volt egy hegy, a hegyen volt egy nagy szikla, ott a sziklára leborult, és valakivel beszélgetett. Az apostolokat leskelődtek a bokorból, nézték, hogy kivel beszélget, de senkit nem láttak, és azt hallották, hogy az Atyával beszélget. Elmondja neki, minek örült, hogy képzeld, Atyám, jöttek a gyerekek. Aztán elmondja, hogy jaj, jöttek a betegek. Aztán sírt azokért, akik elutasították, azokért, akik csúnyákat mondtak rá, aztán csak sóhajtozott, aztán hallgatott, azt hitték, hogy elaludt, de nem, csak örült, hogy együtt vannak, és már hajnalodott, már pirkadt, már jött a nap föl, amikor fölállt, és gondolták az apostolok, na, ma biztos pihenő nap lesz, egész éjjel nem aludt a mester, mert így hívták, hogy a mester, és nem. Jézus tele volt erővel, tele volt energiával, amit az Atyától kapott. Elindult ezzel az erővel, és csodákat tett. Ezzel az erővel csodákat tett. Például ennek a napnak az estéjén, most jól nézzük meg Jézust, ahogy imádkozik, egy picit utánozzuk, tette is így a kezedet, csukd be a szemedet, és most egy pici csöndbe, mert Isten a csöndben is hall, mondd el magadba, hogy mi az, aminek most nagyon örülsz. És aztán megint egy csöndbe, mondd el neki azt, hogy mi az, ami most bánt, amiért egy kicsit szomorú vagy, ami nem olyan jó. És aztán mondd el neki azt, hogy mi az, amit most nagyon szeretnél, de csak magadban, mi az, amire vágysz. És aztán most nem mondjunk neki semmit, csak maradjunk csöndbe még egy picit. Nyisd ki a szemedet, jól nézd meg Jézust. Jó, mert kettőt, ezt is, és most mindjárt jön egy másik. Mert Jézus telve volt erővel, egész nap megint mentek, tanított, gyógyított, és eljött az este,
amikor lementek arra a tóra, tudjátok, ahol először találkozott velük, ott beültek a csónakba, és Jézus elaludt. Úgy elaludt, hogy most nem is látszik, ott lefeküdt a csónaknak a fenekén, és olyan mélyen elaludt, hogy észre se vette, hogy egyszerre csak elkezdett fújni a szél, egyszerre csak egyre erősödött a szél, egyszerre csak elkezdte csapkodni a hullámokat, egyszerre csak ezek a hullámok már olyan nagyok lettek, hogy belement a víz a csónakba, és a csónak elkezdett süllyedezni, és ezek az apostolok elkezdtek rettenetesen ijedezni, és egy idő után fölébresztették, hogy Jézus, hát nem törődsz velünk, hogy mi itt mind elveszünk. És akkor Jézus fölállt, egy picit megszitta őket, azt mondta, hogy hát még mindig ilyen félősek vagytok. Hát nem tudjátok, hogy itt vagyok veletek. Fölemelte a kezét, és azt mondta a viharnak, hogy csendesedj. És a vihar engedelmeskedett a szavának, és abban a pillanatban elállt a szél, kisebbedtek a hullámok, és visszanyugodott a tó, és az apostolok ijedten mondták egymásnak, hogy kicsoda ez, hogy még a vihar is engedelmeskedik neki. És jól megjegyezték ezt a csodát. Most az a feladat, hogy nézzük meg ezt a jelenetet. Ülj vissza, légy szíves, bobókám a padra. Miért tette Jézus ezt a csodát? Azért, hogy megmutassa, hogy jó, Bibi, én vagyok az Isten? Miért tette? Meg akarta menteni. Ezek a szegények nagyon meg voltak ijedve, szerintem nem is tudtak úszni. Segíteni akart rajtuk szeretetből. De hogy a vihar engedelmeskedett neki? Ti tudjátok? Mert ő az Isten fia. Mert ő az Isten. És honnan tette az erőt hozzá? Istentől kapta. Mikor? Amikor mit csinál? Amikor imádkozol. Az imába te is kapsz erőt. Amikor imádkozol, akkor te is utána csodákat tudsz csinálni. Olyan dolgokat is, amit esetleg máskor nem sikerül. Teremteni mondjuk rendet otthon. Vagy engedelmeskedni. Vagy nem veszekedni, vagy... Na, sajnos veszekedni. Akkor minden nap imádkozok, és ilyen erősözök. Hát az a jó. Akkor most egy picit mi is megnézzük, hogy kicsoda ez a Jézus. Egy picit mi is örvendezünk, hogy vele vagyunk. Múlt órán mi voltak a szőnyegen? Akkor a lányokat hívom. A fiúk mindegy, hogy hol vagy, csak lényeg az, hogy egymást ne zavarjuk. Mert nagy csöndben te is tudsz az Istennel úgy beszélgetni, Áron, úgy tudsz beszélgetni, mint Jézus ott a helyen. Ezen a nagypadon nem fértek el ketten? Áronkám, egy picit gyere elé, és akkor itt bőven van hely mindenkinek. Ne érjetek egymáshoz. Bekapcsolom a zenét, csukd be a szemedet, ne érjetek egymáshoz. Senki a másikat lezavarja. Tudjátok, Isten olyan kényes, mint egy csigabiga. Ha te egy picit is durvább vagy, Áron mit csináltok? Visszabúj. Akkor ő visszabújik, már pedig mi nem azt szeretnénk, hogy visszabújjon, hanem nekünk is mondja el a titkait, és mi is elmondjuk neki a titkainkat. Yeah,
Köszönöm, Jézusom, hogy itt laksz a szívem mélyén. Elég, ha becsukom a szememet, és beszélgethetünk. Segíts csöndbe lenni, hogy meghalljam, hogy te mit mondasz. Segíts, hogy meghalljam, hogy elmondod, hogy mennyire szeretsz. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a csodát is szeretetből tetted. Csücsüljetek vissza a helyetekre. Láttam, hogy volt, aki még nagyon tudott volna maradni, de otthon, a kuckóban mindig lehet folytatni, minden nap, többször is. És akkor most nézzétek meg, a kettőt lehet rajzolni, az egyik, amikor Jézus imádkozik a hegyen, és erőt kap az atyától, és utána ezt, amikor a vihar, mind a kettőt lehet. Aki kettőt rajzol, annak kettőt pecsételek, aki egyet, annak egyet. És persze, aki szeret rajzolni, az tűfölén kívánsa. Az több apostolt is rajzolhat. Én öt apostolt. Akkor most itt kezdjük, hogy a Linának legyen ideje megérkezni. Ne zavar, kérem szépen jövőrán ne üljetek egymás mellé. És egyébként, hogyha egymás zavarjátok, akkor nektek fáj. Isten nektek is akar szólni, meg megölelni. Tessék, akkor a Linának. Hú, gyerekek, ez könnyű. Egyedül rajzolt? Igen. Áron. És van neked egy ilyen színű pulóverod? Vagy csak úgy kitaláltad? Csak úgy kitalálta. Hát ez nagyon jó. Ugye a Linácska múlt órán is későn jött, szóval az volt, hogy Jézusnak kik a kedvencei, a gyerekek, és meg le kellett rajzolni Jézust és magadat, és ez éppen pont Áron a tizedik. Úgyhogy válaszol egy nagyon szép szentémet, és gratulálok. Akkor most erre fele fogunk menni. Jaj, de kedves, ez hogy is van ez? Hol vagy te magad? Igen, és Jézus. És oda nézeltek a Kristóf, több gyereket is rajzolt. Többet is, és közben ott van ő maga, és meg van jelölve egy K betűvel. Nagyon érdekes órai munka, a rajz, meg ez a sok gyerek, és ha már csak egy hiányzik, akkor zöldhízezzel, és te is válaszsz egyet, gratulálok! Jaj, de jó kis egyszerű vonalakkal olyan jó mozdulatokat fejez ki a Berci, nagyon ügyes. Nagyon, ezt az áldó keze, egy sima pálcika, nagyon ügyes vagy, nagyon megdicsérem, köszönöm. Hagyjátok már egymást békibe, Áron. Tessék!
Kiben. Oda nézzetek, az Olivér is milyen szépen megrajzolta azt, hogy Jézus az áldó kezét rátette a gyerekekre, és most éppen a te fejedre teszi. Nagyon tetszik a rajzot. Köszönöm. Itt kaptam egy visszatükröződő képet is. Itt is nagy ezt az áldást, milyen ügyesen ki tudtátok fejezni. És a Veronikától kaptam, akkor a rajz, az órai munka, és egy visszatükröződést is kaptam. Köszönöm szépen. Kérem. Hát gyerekek, ez nagyon Damiáné. Gyönyörű. Nem nézitek meg a Damiáné? Egyedül rajzoltad? Segítetted? Ki segített? A testvéred. A testvéred, akkor neki is küldök egy pecsétet. Ő is ide járt, ugye? Igen, jön egy is. Júlia? Jó, légy szíves, add át neki. Kérem szépen, Emil. Gyerekek, hát nagyon boldog vagyok. Mindenki megcsinálta, és gyönyörű. Gyönyörűnél gyönyörű. Nagyon szép, köszönöm, Emil. De gyönyörű, gyerekek. V. Janka. Gyönyörű, dupla rajz, és még oda is írta, dupla rajz, dupla pecsét, óra, munka, ezt már van tízes, gyerekek, de jó kis tízes napunk van, most jönnek a gyönyörűségek, gyerekek, megint ez a kis tollat, a Dani, és odaírta, hogy Jézus. Te írtad magad? Tudsz írni? Minden betűt tudsz? Én csak tudom. Nagyon, nagyon szép. A rajz, az orai. Én már egy papírt mondom, hogy nem vagyok a testvéresen. Nekem legyen. Az nem lehet. Neked csak 40. Oda nézzetek a Mártét. Nagyon szép. A golyóstól lehet kérdezni. Nem emlékszem. Úgy látom, hogy ez golyóstól. Nagyon tetszik. Nagyon szép. Köszönöm. Nézzétek a Lina, nem is csak a végére érkezett ide a múltkor is, és külön megkérdezte tőlem a misén tegnap, hogy mit kell rajzolni, úgyhogy nagyon, hát ezt megdicsérem, hogy itt se volt, mégis igyekezett, és dupla rajz, meg az órai munka. Meg, hogy lecsúszott. Akkor kettőt lehet rajzolni. Jézus a hegyen imádkozik, de a rajzolásnál is fontosabb, hogy utánozzuk Jézust, ahogy imádkozik. Amikor az apostolok ott reszkedtek, hogy bele fogja fülladni a vízbe. Isten nálam. Isten áldjon, nagyon köszönöm a visszatükröződést. Isten áldjon, legyél a kérdés felé, jó? Legközelebb. Isten áldjon, ott leesett valami, az a tiéd? Nem. A nájlon. Akkor vidd el neki.